Köszönjük. Figyelték ezt a elmélyülést, ezt a csendet, ami így követte ezt a meditációt? Nagyon erős volt, és remélem, hogy felszabadultabbak, békésebbek. És most akkor folytatnánk az éneklést egy másik nagyhatalmú mantrával. Hari Om Tat Sat. Ezt fogjuk énekelni. Van egy nem látható, de a műsorfüzete, ha valakinek megvan, akkor rajta vannak ezek a mantrák, vagy a kivetítőn. Hari Om Tat Sat. Hari az Istennek a neve. És ez lesz a következő, amit énekelni fogunk. Általában a meditáció úgy történik, hogy van egy előénekes. Ő végig énekli a mantrát, és utána nagyon sokan együtt ismétlik. Hát ez az énekes most én leszek, illetve Krisna Mai, akkor fog segíteni. És amikor jön a válaszrész, akkor fognak önök mantrázni. Jó? Ezt fogjuk most kipróbálni. Egész végig a szöveg ugyanaz lesz, tehát senki nem kell úgymond nagyon gondolkodnia rajta. Inkább csak mélyedjünk el, és akkor próbáljuk ki ezt is. Jó, készen állnak? Mert. Hari Om Tat Sat, 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 Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat. Hari
Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat,
Tatsza, Hari Om Tatsza, Hari Om Tatsza, Hari Om Tatsza, Hari Om Tat Sat, 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 Hari Om Tat Sat. Hari Om Tat Sat, Hari Om Tat Sat. Gratulálok mindenkinek, ez igazán inspiráló volt, nagyon lelkesített, személy szerint engem. Köszönjük ezt a nagyon szép viszonzást, nagyon szépen énekel a kórus, tehát tényleg le a kalappa, lebilincselő volt. És most szeretnék egy új mantrát tanulni, szó volt róla, Gergő Prabhu beszélt róla, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Itt látható már a kibetítőn. Ugyanaz lesz a metódus, ugyanúgy fogjuk énekelni. Vagyis, hogy lesz egy előénekes, és aztán pedig a kórus. Kérem akkor, hogy vegyetek részt ugyanilyen lelkesedéssel, és akkor próbáljuk ezt is. Bye.
Vasudeva. Köszönjük szépen, csodálatosan énekeltek, nagyon lelkesítő.